A hírmozaikot látják, köszöntöm Önöket, először nézzük kiemelt híreinket. Rejtély, holttestet találtak hétfő reggel a szolgáltatóháznál. Forró nyom, tolvajokat fogtak a várpalotai rendőrök, három férfi kétszer is ugyanabba az iskolába tört be, pénzt és számítástechnikai eszközöket loptak. Dinoszauruszok, több tízmillió éve eltűnt világgal ismerkedtek a diákok. A zene mindenkié. Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából adott koncertet a Bányász kórus. Alul maradtak, az éllovastól kaptak ki a palotai kosarasok. Diák Olimpia. Ismét több érmet szereztek a Főnix Dozsó fiataljai. Holttestet találtak hétfő reggel az Árpád utcában a szolgáltatóháznál. Meg nem erősített információink szerint a 60 év körüli férfi közterületen fekvő holttestére hétfő reggel egy várpalotai lakos talált rá, és ő értesítette telefonon a rendőrséget. A Veszprém megyei rendőrfőkapitányság megkeresésünkre azt a tájékoztatást adta, hogy a haláleset körülményeit a várpalotai rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. A rendőrség közigazgatási eljárást akkor indít, ha nem merül fel idegenkezűség gyanúja, vagyis az áldozat vagy öngyilkos lett, vagy balesetet szenvedett. A közigazgatási eljárás keretében zajló vizsgálatokról azok lezárásáig semmilyen információt nem adnak ki. Elfogták a várpalotai rendőrök azt a három férfit, akik február 25-én, illetve két nappal később ismét ugyanabba a várpalotai iskolába törtek be. A tettesek az első alkalommal készpénzt és egy számítógépet, később pedig egy monitort is elloptak. A bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható három személyt március 1-én egy összehangolt akció során fogták el, majd hallgatták ki a várpalotai rendőrkapitányságon. A házkutatáskor a nyomozók megtalálták a monitort, valamint egy számítástechnika üzletben lefoglalták az eltulajdonított számítógépet is. Cs. Tamás 34 éves, K. Norbert 25 éves és K. Antal 25 éves várpalotai lakosok ellen betöréses lopásbüntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a várpalotai rendőrkapitányság. Az elsődleges intézkedések során hatóságunk adatgyűjtés hajtott végre, amely során megállapítottuk, hogy az iskolában már korábban a délelőtt folyamán három elkövető besurrant, és a nyitott egyik teremből elvitte egy laptopot. Az egyik elkövető este visszatérve betörte az egyik ablakot, amely bemászott, és így jutott be a terembe, honnan eltöntött a készpénzt. Az ellopott laptopot kollégáim a hétfői nap folyamán egy helyi szervizben megtalálták, azt lefoglalták és visszaadták a sértetnek a részére. Még aznap este sajnos ismételten betörtek ugyanebbe az iskolába, ahonnan egy monitort vittek el. Nőnap alkalmából egy szál virággal köszöntötte a várpalotai hölgyeket dr. Kontrát Károly belügyi államtitkár ma délelőtt. A politikus bízik abban, hogy férfitársai nem csak március 8-án, hanem az év többi napján is kifejezik szeretetüket és tiszteletüket a nők iránt. Az országgyűlési képviselőhöz Katona Csaba alpolgármester és Antal László önkormányzati képviselő is csatlakoztak a főtéren. Velük együtt jó az élet, velük együtt jó élni, és fontosnak tartom, hogy megköszönjük azt, hogy törődnek velünk, hogy szeretnek bennünket, hogy velünk vannak, hogy elviselnek bennünket, hogy a mindennapjainkat megérdésítik. Én úgy gondolom, hogy ez a mai nap a hölgyeké, a nőké, és én abban bízom, hogy nem csak a március 8-a, hanem az év mindennapján jó lenne kifejezni a szeretetünket, erre törekszünk, és én örömmel vagyok itt várpalotán. A dinoszauruszok világába nyerhettek bepillantást a Nepomuki Általános Iskola kisdiákjai. A hazánk első dinoszaurusz fosszíliájának lelőhelyén végzett munkáról Ősi Attila paleontológus tartott előadást a gyerekeknek. Az első dinoszauruszra utaló nyomokat Magyarországon 1966-ban fedezték fel a Mecsekben. Az Iharkuti bauxitbánya területén 2000 tavaszán kezdődtek meg a feltárási munkálatok. Egy ilyen páncélos dinónak a pikkelye, ez egy csontpikkely. Érteklődve hallgatták az ásatásokról és a dinoszauruszokról szóló történeteket a Nepomuki iskola kisdiákjai. Ősi Attila paleontológus szerint a filmek sokat segítenek abban, hogy az emberek megértsék, az élővilágunk és maga az élet nem merül ki abban, amit most tapasztalunk.
Fontos megismerni a múltat, mert abból sokat lehet tanulni. Legyen az dinoszaurusz, jégkorszak vagy klímakutatás. Ezekből rengeteg információ használható a jövőre vonatkoztatva. Hát egy nagyon fontos dolog, hogy bár az ásatások sok szempontból hasonlítanak a régészeti ásatásokhoz, mi nem régészek vagyunk, hanem ugye paleontológusok, nagyon fontos, hogy az a kőzetréteg, amivel a csontok vannak, azt a legapróbb részletességgel fel kell tárni. És ami különbség a régészeti munka és az őslénytani munka között, például az, hogy itt a kőzetből kell kiszedni a csontokat, ami nagyon sokszor olyan kemény, hogy csak kalapáccsal és vésővel férünk hozzá. Maga az ásatás az eléggé sziszifuszi munka, mint a régészeknél is. A leletek kiszedése sokszor több órát, vagy akár több napot vesz igénybe. Le kell tisztítani körbe a leleteket, lássuk, hogy hol van az egyik vége, a másik, egyáltalán mekkora az a lelet, vagy akár lelet együttes. És utána ki kell szabadítani a kőzetből, de előtte még meg kell ugye mérni a GPS-en, hogy tudjuk a pozícióját. Szóval nagyon sok minden munka van odáig, hogy az ember egyáltalán kiszedi a kőzetből, és akkor még mindig nem ért véget a történet, hiszen bekerül a laboratóriumba a lelet, ott le kell tisztítani a csontokat, mire végre az ember kezébe ott van a leragasztott, konzervált maradvány, amit aztán értékelni kell, és meg kell mondani, hogy kinek a csontja, milyen csont, mit lehet belőle kiolvasni. Ősi Attila nem csak kiváló kutató, hanem remek előadó is. Évente közel 200 felkérésnek igyekszik eleget tenni. A meghívás nem volt könnyű, hiszen munkája révén rengeteg elfoglaltsága van. Most viccesen fogalmazhatnék, akkor azt mondanám, hogy a Nálunk mindig történik valami című akció keretében hívtuk meg Attilát. Úgy gondolom, hogy a gyerekek közül nagyon sokakat érdekelnek a dinoszauruszok, és ezért a kollégáimmal gondoltunk arra, hogy meghívjuk Ősi Attilát. Egyrészt azért is, mert Veszprém megyei, másrészt azért, mert a kutatások is Veszprém megyében zajlottak, harmadrészt meg egy nagyon közvetlen embert ismertem meg személyében. Ilyen típusú és korú lelőhely ez az egyetlen Magyarországon. A világban is egyedülállónak számít, hiszen saját dínója van hazánknak. Európai szinten nézve az a különlegessége, hogy a kréta időszakon belül, ami ugye egy hát majdnem 60 millió évnyi periódus, abban a 60 millió évben egy olyan idő intervallumot képvisel, amit más lelőhelyek igazából nem. A tetejében Európa ebben az időben egy szigetvilág volt, és egy olyan szigetről, egy olyan szigetnek a maradványai, sziget faunának, sziget élővilágnak a maradványai ezek a csontok, amiről valahol semmi fogalmunk nem volt. Tehát mondhatni azt is, hogy egy 85 millió évvel ezelőtti ablakot nyitottunk ki itt a Dunántúli Középhegység területén, amiből nagyon kevés, de számunkra mégis rengeteg infót tudunk meg abból az egykori világban. Akik kacérkodnak a paleontológia szakterületével, elsősorban kitartónak kell lenniük. Rengeteg tanulással is jár. Magyarországon jelenleg 2-3 évente egy embernek van erre lehetősége. Talán innen a Nepomuki iskolából kerül ki az új szakember. Volt az, amit még nem tudtam, de volt, amit már tudtam, és nagyon érdekes volt. Milyen új dolgokat tudtál meg? Hát például, hogy még van itt Európában egyáltalán csont, meg Kínában tudnak, tehát hogy egész csont ott találni. Az iskola tervezi, hogy a nyári időszakban csoportosan az ásatási helyszínt is meglátogatják. A diákok az előadást követően néhány hazai leletmaradványt is a kezükbe vehettek. Megtartotta már hagyományosnak mondható jótékonysági báját a Bálnaladár általános iskola szombat este a Nagy Gyula galériában. A Bálon meglepetés műsort az iskola tanulói adtak. A rendezvényen befolyt összeg idén is a tanintézmény alapítványát gazdagítja. 2014-ben elevenítette fel a Bálnaladár általános iskola kollektívája a tanintézmény régi hagyományát, a szülőnevelő bált.
A jótékonysági bált azóta minden évben megrendezik. Az esemény egyik célja az iskolai alapítvány támogatása. Deklarált célja az, hogy támogassa az iskolánk tanulóit, mind a tanórán kívüli tevékenységekben, mind szabadidős tevékenységekben, élményeket nyújtson, olyan plusz szolgáltatásokat, amikkel a mindennapi, hétköznapi nevelés-oktatás során nem találkozhatnak a gyerekek. A Bánaladár iskoláért alapítvány közel 25 éve jött létre szülői és nevelői kezdeményezésre. Feladatának tekinti a tehetséggondozást, támogatja a kiemelkedő tehetségű gyermekek versenyeztetését, jutalomkirándulások szervezését, valamint a rászoruló családok megsegítését is. Hosszú távon szeretnénk fenntartani az alapítványt, mint egy elapadhatatlan forrásként kezeljük, és nagyon örülünk annak, hogy évről évre egyre többen fogadják el a meghívásunkat az iskolai bálra. És ezzel is kifejezve az együttműködésüket, az iskola és a család közötti kapcsolat szorosabbra fűzése is célunk ezzel a rendezvénnyel, és remélem, hogy hosszú távon fenntartható lesz már ez az iskolai hagyomány. Az eseményen részt vett Campanari Talabér Márta, a polgármester is. A városvezető jónak tartja az intézmények jótékonysági bájait, hiszen ezekkel támogatást tudnak szerezni a különböző alapítványok javára. Mindegyik bálnak más-más célja van, amit az intézményeink, az iskolák, óvodák tartanak, azokban általában valamilyen jótékonysági célra gyűjtenek, vagy valamilyen jó célra, ha nem is jótékonyságira. Jelen esetben a Bánaladár általános iskolában tanuló gyermekek javára, programokra, eszközökre lehet fordítani azt a pénzt, ami egy ilyen alkalommal összegyűlik, és ugye én is most már talán negyedszer vagy ötször vagyok ebben a bálban. Szívesen jövök, jó bál, jó hangulatú, és hát ami a legfontosabb, hogy sokan gondolják így, hogy segítenek az iskolának és segítenek az ott tanuló gyerekeknek ezzel a rendezvénnyel. A bálon az iskola tanulói adtak meglepetés műsort. Az eseményen a finom ételek mellett a zenéi és a táncé volt a főszerep. Arany Jánosra emlékeztek a város iskoláiban. A Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskolában egy rendhagyó irodalomora keretében, a Bánaladár Általános Iskolában pedig emlékműsorral tisztelegtek a tanulók a 19. századi költő munkássága előtt. Az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia a költő születésének 200. évfordulója alkalmában nyilvánította emlékévé a 2017-es évet. Az Arany János emlékév március 2-án kezdődött Nagyszalontán. Az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév hivatalos programsorozata a költő születésnapján Nagyszalontán indult március 2-án. Várpalota két iskolájában is erre a napra időzítették a megemlékezést. A Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskolában rendhagyó irodalomóra keretében dolgozták fel a 19. századi költő óriás életét. Keresztény Stefánia tanárnő számos, széles körben nem ismert életrajzi adattal gazdagította az iskola ebédlőjét zsúfolásig megtöltő diákok ismereteit. Szó esett Arany János páratlan nyelvi gazdagságáról és a magyar népdalkultúrához fűződő viszonyáról is. A Bánaladár általános iskolában a jeles napon hirdették ki annak a versíró és rajzpályázatnak eredményeit, melyeket az emlékév tiszteletére hirdetett meg az iskola. Délután az emeleti zsibongóban a meghívott vendégek és az iskola felső évfolyamainak tanulói előtt Arany János műveinek felhasználásával készült színvonalas színpadi produkcióval emlékeztek a Toldi trilógia máig népszerű szerzőjére. Sziasztok! Már alig várom az irodalomórát. Mit tanultok, hogy ennyire rávattattam a témára? A Toldi. Most lesz a legizgalmasabb rész, az összefoglalás. Arany, a megfontolt, okosan mérlegelő, emberi életet mélyen tisztelő humanista költő.
mindketten a szabad haza látomásában, a szabadság eszméjében hívő emberek. Letészem a lantot. Nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor. Belőlem a jobb rész kihalt. A napzárásaként dr. Juhász Attiláné, az intézmény vezetője, felajánlotta a műsort a város többi iskolájának is. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Ezeket a gondolatokat Kodály Zoltán írta le zenepedagógiai koncepciójának egyik részeként még 1944-ben. A nemzetközileg is méltán elismert zeneszerző halálának 50. évfordulója alkalmából tartott emlékkoncertet vasárnap este a Várpalotai Bányász Kórus a Túri Várban. A hangversenyen közre működött a Pueri Castelli gyerekkórus, Józsa Eleonóra és Végvári Gábor. Nagyon ritka, de beköszöntekor annál boldogabb alkalom az, amikor nemzeti történelmünkből olyan kiválóságra emlékezhetünk, akinek személyisége és cselekedetei nem megosztanak és szétválasztanak, hanem összekovácsolnak és egymáshoz kötnek bennünket. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Campanári Talabér Márta polgármester a Várpalotai Bányász Kórus által életre hívott Kodály emlékkoncertet. Kodály Zoltán ilyen tündökre álló csillag közös emlékezetünk égboltján. Ez a nagyszerű ember már életében ikonikus alakká nőtte ki magát, és éppen ezért nekünk, késői tisztelőinek egyre nehezebb meglátni őt a szobor, az utca elnevezés, az iskolanév, a világszerte használt módszer mögött. A városvezető emlékeztetett, Kodály Zoltán arra tanított bennünket, hogy aki zenével indul az életben, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, és az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti a sok bajon. Tanításának quintesszenciája azonban ez a mondat. Vannak a léleknek régiói, melyekben csak a zene világ hitben. Arra kér bennünket, hogy énekeljünk, és járjon el bennünket a zene. A zene, amit Kodály Zoltán közjónak nevezett, nem a virtuózok kiváltságának, vagy a sztobok keftelésének, hanem egy mindenkinek járó, semmi mással nem gondolható lelki tápláléknak. A színvonalas koncerttel Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója előtt tisztelgett a kórus. Kodály Zoltán a zeneszerző, akinek talán a legtöbb művét megtanulta a kórus. Ahogy összeszámoltam, kb. 15 vegyeskari művét énekeltük már, és ebből válogattunk össze 6-ot erre az estére. Kodály Zoltán a magyar kórusirodalom legmeghatározott alapja, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan alkalom, amit mindenképpen nekünk egy hangversenyen meg kellene ünnepelni. Az emlékkoncerten közreműködött a Pueri Castelli gyermekkórus. Kodály Zoltán a 20. századi magyar zenekultúra egyik legkiemelkedőbb személyisége volt. Zeneszerző, népzenekutató, zenepedagógus és nyelvész. Munkássága felbecsülhetetlen. Egyrészt az, hogy Bartók Bélevel együtt elkezdte a népdalgyűjtést, ezzel nagyon sokat tett a magyar zenei gyökereknek a megismertetéséért. Másik az, hogy amiket ő gyűjtött, ezeket fel is dolgozta különböző műveiben, tehát nagyon sok népzenei alapú kórusműve született, és harmadsorban pedig elindított egy olyan kórusmozgalmat, és az énekóráknak a megemelésével az úgynevezett Kodály módszert, az ének alapú módszert. Sokan úgy gondolják, hogy a Kodály módszer a szolmizáció, nyilván ez is benne van, de a lényege az ének alapú zene, mert hogy, ahogy ő mondta, hogy mindenkinek a torkában ott van egy kis hangszer, csak élni kell ezzel. A koncerten hangszeres produkciókkal is megidézték Kodály munkásságát. Józsa Eleonóra és Végvári Gábor előadásában 3 zeneművet hallhatott a közönség.
várpalotai bányász kórus eseménydús évelén néz. Többek között hangversenyt adnak a reformáció 500. évfordulója alkalmából is. Megtartották az év első civil fórumát. A civil házban összegyűlt egyesületek képviselői a 2017-es év programjait beszélték át. Az immár 11. civil nap most is kiemelkedő rendezvénye lesz a Várpalota és Kistérsége Civilek Szövetségének. A programot a tervek szerint május 13-án tartják majd. A civil nap lényege, hogy a helyben, illetve környéken működő egyesületek, klubok, mindenki be tudjon mutatkozni. Ez akár sátorban, akár színpadon is lehetséges, mindenki a tevékenységi körének megfelelően. Reményeink szerint most is lesz, mint ahogy szokott lenni. Színpadi produkció, sok tornászlány van a városban, zenészek is vannak, őket várjuk, és hát a sátrakba pedig bemutatkoznak azok az egyesületek, akinek más egyéb tevékenységi köre van. Gazdaesték címmel tartottak előadás sorozatot múlt kedden a Jószerencsét Művelődési Házban. A rendezvényt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei szervezete, valamint Varga Csaba falugazdás szervezte, zömében őstermelők, kistermelők és gazdálkodók részére. Többek között a kistermelői tevékenység lehetőségeiről is kaptak információkat az érdeklődők a Gazdaesték címet viselő előadás sorozaton. A hatályos jogszabályok egyértelműen meghatározzák a feldolgozás különböző körülményeit. Ezen belül az őstermelők feldolgozói tevékenységének lehetőségeit is. Mondta el tájékoztatójában dr. Leitold József, a Veszprém megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztály. A rendelet arról szól, hogy a kistermelő a saját maga által termelt élelmiszerrel közvetlenül ellátja vagy a végső fogyasztót, tehát azt, aki megveszi tőle, tehát azt, aki saját felhasználásra megveszi tőle, de ezen kívül elláthatja még a 40 kilométeres körzetben lévő kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet is. Tehát a kistermelő élelmiszert be lehet vinni az OPC áruházba, be lehet vinni a CBA-ba, hogyha a CBA fogadja, vagy most mindegy, hogy milyen áruházláncot mondok, tehát lehetőséget ad rá, hogy bevigyük a kiskereskedelmi egységre. Ez szerintem nem olyan nagy lehetőséget rejt magában, de az, hogy a vendéglátó egységbe is be lehet vinni, ez már a helyi éttermek és a helyi vendéglátóhelyeknek a specialitásait és a helyi különleges ételek előállítását segíti. A rendezvényen hangsúlyt kaptak a különböző aktualitások is, melyeket Varga Csaba falugazdász ismertetett a hallgatósággal. Szó esett az őstermelői igazolvány kiváltásáról, kérelmekről és határidőkről is. Katona Csaba alpolgármester a Molnár Mária Szövetkezet 2014-ben indult működését és tevékenységét mutatta be. A speciális üzemnek rengeteg feldolgozási és tisztasági előírásnak kell megfelelni, akár egy konzervatóriumban. Gyár esetében. Megvan a kereslet és a speciális piaca is ennek a dolognak. Én azt Várpalotán is látom, hogy mi üzemeltetjük az őstermelői piacot, hogy kialakult a törzsvásárlók, és szerintem egyre jobban ismert a településen, talán még a település határain kívül is a szövetkezetünknek a termékei. Tehát ez a palotai ízek néven futó termékek. Szerintem rájöttek az emberek az, hogy azért nem mindegy, hogy egy nagy üzemi feldolgozás, amiben sok esetben nem lehet tudni, hogy milyen alapanyagok kerülnek bele. Ugye direkt bent elmondtam, hogy itt a mi általunk előállított termékek, ezek a hagyományos termékek. Tehát ugyanúgy, mint amikor nagyszüleink otthon feldolgozták, vagy mindegy őstermelő feldolgozza, ugyanúgy készülnek ezek a termékek, hozzáadott adalékanyagok, színezék, állományjavítók nélkül. Valójában itt, ami baraclekvár, az baracból van, minimális cukorral, és valójában a hőkezelés az, ami mindegyik esetben általában a tartósítást elvégzi.
Az üzemben pasztőrözéses eljárással adalékmentes gyümölcsleveket is készítenek. A helyi termékek iránt nagy az érdeklődés. Jelenleg a helyi gazdák még nem elég aktívak, így sok esetben messzebbről kell beszerezni a zöldség és gyümölcs alapanyagokat. A Molnár Mária szövetkezet a térségben megtermelt áruk egyik biztos átvevő piaca lehetne. Az eseményen az érdeklődők győri Illikó különböző sajtjai mellett megkóstolhatták a szövetkezetben készült termékeket is. Múlt pénteken megtartotta évzáró közgyűlését a Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület. Eyrehoff Attila elnök beszámolójában részletesen taglalta az elmúlt év eseményeit, illetve a civil szervezet gazdálkodásának főbb számadatait. A beszámolók elfogadása után a tagság a következő év tevékenységéről is szavazott. A tanácskozásnak ez alkalommal is a Rákóczi Telepi Tagiskola adott otthont. A városrész közösségi életének fellendítését és a bányász hagyományok ápolását zászlajára tűző aktív egyesület a Rákóczi Telepi Tagiskolában tartotta közgyűlését, melyet immár hagyományosan Gadanec György vezetett. Én azt hiszem, hogy arra lehettek legbüszké, vagy lehetünk legbüszkébbek az elnökségi tagok nevében is mondhatom talán, hogy nagyon nehéz évnek néztünk elébe. Megváltozott a vezetőség, más tagság lett, új programok lettek kiírva, és meg tudtuk csinálni. Eyrehoff Attila elnök beszámolójában részletesen beszélt az elmúlt esztendőről. Az elmondottakat a sikeres rendezvények és akciók alkalmával készült fényképek támasztották alá. Várkonyi Emília pénzügyi beszámolójából megtudhatta a tagság, hogy minden eddiginél jobb gazdasági évet zárt az egyesület. A támogatásokkal, a tagdíjbevételekkel és a 2015 évről áthozott pénzkészlettel együtt 639.660 forint állt rendelkezésünkre tavalyi év január 1-én. Nagyon büszkék vagyunk arra a tevékenységünkre, amit a 2 évvel ezelőtt elindítottunk, hogy az óvodákhoz is fordulunk, már nem csak az iskolákhoz. Nagyon-nagyon nagyszerű rendezvényünk a Borbála napi rendezvény, ahol a Tésidombi Szivárvány óvodánál már a tavalyi évben és a tavaly előtti évben is meglátogattuk őket bányász relikviák kiállításával. A közgyűlés elfogadta a 2017-es év rendezvénytervének kereteit, és felhatalmazta a vezetőséget, hogy az elfogadott keretet tartalommal töltse föl. Az egészségügyel kapcsolatban tartott lakossági fórumot múlt pénteken a Jobbik. A Jó Szerencsét Művelődési Központban zajlott eseményen Kalambos István Veszprém megyei elnök felvezetője után Kepli Lajos országgyűlési képviselő, illetve Lukács László György a párt egészségügyi szakpolitikusa vázolták fel a problémás területeket. A fórumon a politikusok ismertették azokat a megoldási javaslatokat is, melyekre a Jobbik álláspontja szerint szükség volna az egészségügy megreformálásához. A Jobbik szerint ahhoz, hogy az országot növekvő pályára lehessen állítani, először javítani kell az oktatás, a korrupció és az egészségügy helyzetét. A párt választási programjában és országjáró lakossági fórumainak témáiként is e 3 területet jelölte meg. A Várpalotán tartott nyilvános vitán ez alkalommal az egészségügy kérdéskörét boncolgatták a politikusok. Minden magyar ember, aki vagy akinek a hozzátartozója feküdt már magyar kórházban, volt már magyar szakellátásban, vagy akár járóbetegellátásban része, azt tudja, hogy sok sebből vérzik a magyar egészségügy. Súlyos finanszírozási hiányokkal is küzd, súlyos szervezési szakmai problémák állnak fenn, és hát gyakorlatilag ez az, ami a társadalomnak az állapotát talán a legjobban befolyásolja, hiszen egy egészséges társadalom sokkal munkaképesebb, sokkal optimistább, ezért az egészségügy helyzetét rendbe tenni egyik legalapvetőbb kérdés. Hogyha az egészségügyről beszélünk, azért nagyon fontos leszögezni, hogy szinte mindenki, hogyha megkérdezném, hogy mondjon problémákat az egészségügy területéről, akkor záporoznának azok a problémafelvetések, azok a hibák, azok a hiányosságok, amik a magyar egészségügyet jellemzik. A Jobbik 2016-ban indította el a valódi nemzeti konzultációt. Ennek keretében az egészségügyel kapcsolatban is végeztek közvéleménykutatást.
A közel 200 ezer háztartásba eljutatott kérdőívekre adott válaszok alapján a jobb finanszírozásban, a megfelelő egészségügyi személyzeti háttér kialakításában és a morális gondok megoldásában látja a problémából a kiutat a párt egészségügyi szakpolitikusa. Egy költségvetési segítségre van szüksége az egészségügynek, méghozzá az, hogy a mindenkori kormány lényegesebben többet költsön a mostaninál az egészségügyre. Ezt, ha számszerűsítjük, az legalább 600 milliárd forint, de talán nem is ez az érdekes, hogy ez hány milliárd forint, hanem a környező országokhoz képesti költésünk nagyon alul marad, sokkal elmarad, százalékosan kevesebb, mint a környező országoké. Olyan szintre kell tehát emelni, ami a dolgozókat illeti, olyan bért kell, és olyan munkakörülményeket adni, és olyan biztosítani számukra, amely garantálja, hogy itt maradnak, amely garantálja, hogy az utánpótlások is biztosított lesz, és ami garantálni fogja, hogy egyébként zavartalanul és biztonságban tudják végezni a munkájukat. Ami pedig a harmadik problémát, a morális kérdéseket illeti, ha az első kettőt tudjuk orvosolni, akkor a harmadik nagyon gyorsan orvoslásra kerülhet, így például a hálapénz kivezetésre kerülhet, az orvosbároknak befellegzik, számukra megszűnik, ha úgy tetszik, a további uradalmaknak a kialakítás, és az emberek egy kicsit biztonságosabban fogják érezni magukat. A Jobbik politikusainak előadásai után Galambos István megyei elnök vázolta fel a várpalotai egészségügyi viszonyokat, majd végül a hallgatóság tehette fel kérdéseit a párt képviselőinek. Hazai pályán fogadta az elmúlt hét végén a Termomodul Várpalota KC kosárlabda csapata a listavezető Ősfehérvár KC együttesét. A vendégek az első negyedben állva hagyták a házigazdákat, hatalmas pontkülönbséggel elhúztak. Ekkor 21-4 volt a mérkőzés eredménye a fehérváriak javára. A hátrányt a folytatásban annak ellenére sem sikerült leküzdeni a palotai gárdának, hogy a második negyedtől jóval erőteljesebben játszottak. Ez a szerzett pontokban is megmutatkozott. Győzni sajnos így sem sikerült, maradt a tisztes helytállás, 62-49-re nyert a meccsen az Ősfehérvár. A szomszédvár csapata az elmúlt két évben bajnok volt. Minden jel szerint ez az idén is így lesz. Összegezte a mérkőzést Bátor Balázs. A második negyedtől rákapcsoltak a palotaiak. A játék három negyedében már több pontot szereztek a fehérváriaknál. Az első negyedbeli kivégzésen azonban már ez sem segített. Lendületes játékáért ettől függetlenül dicséret illeti Sebestyén Lórántot, Szmulai Ádámot, Darusák Dávidot és Perger Patrikot. Gyakorlatilag kamikáze játékkal tudtunk volna csak nyerni, ez konkrétan azt jelentette volna, hogy lövünk mindent szinte ész nélkül, és hogyha bemegy, akkor szerencsénk van, ha nem, akkor nagyon kikapunk. Egyik sem jött be, azt gondolom, hogy olyan borzasztóan nem kaptunk ki, mert végső soron ilyen 5 pont lett a különbség, és a mezőny gyakorlatilag legjobban támadó csapatát 61 vagy 62 ponton tartottuk. Én azt gondolom, hogy ez ellenük mindenképpen nagyon nagy fegyvertény. Az egy dolog, hogy ez gyakorlatilag teljesen kikészített minket fizikálisan és fejben is, így aztán mi meg összeszenvedtünk egy, nem tudom, 50 pontot, 48-at, ezzel meg ugye nem lehet nyerni. Egyértelműen az a feladat és a cél, hogy az összes hátralévő mérkőzést behúzzák, otthon és idegenben is. Így az 5. helyre érhetnek oda a bajnokság végére. Sajnos az idei évre már elúszott annak a lehetősége, hogy magas játékossal álljanak ki a palotaiak. Szóval, hogyha a triplák bementek volna, ami egyébként nagyon sok dobóhelyzetünk volt, és mi rá is dobtuk ezt becsülettel, sajnos nem mentek be, de abban biztos vagyok, hogyha jobb százalékkal dobjuk, akkor azonnal oda lépnek, és akkor ugye már teljesen más, hogyha két kéz a szánkban van, egy meg éppen letépi a lábunkat, hogy akkor mi történt volna. Sajnos nem ez következett be, nem mentek be a tripláink, úgyhogy így sajnos képtelenek voltunk közelebb kerülni, főleg úgy, hogy mivel a palánk alatt sajnos elég komoly fizikális hátrányban voltunk, esélyünk nem volt visszaszedni a támadó lepattanókat. De mondom még egyszer, hogy az, hogy a mezőny gyakorlatilag legjobban támadó csapatát, akiből 98%-os biztonsággal bajnok lesz, hazai pályán 60 ponton tartottuk. Szerintem ez elég komoly fegyvertény volt a részünkről. Sajnos nem sikerült, a következő négy meccsünk van még hátra az alapszakaszból. Én azt gondolom, hogy mindegyik hozható,
ezzel nem akarok nagyon előre tekinteni, de úgy tűnik, hogy akkor az ötödik hely megvan. A termomodul Várpalota KC jelenleg a hetedik helyen áll a tabellán. Következő hazai mérkőzésük március 10-én, pénteken 19 óra 45 perctől lesz a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban. Ezúttal a középmezőnyben tanyázó Tech Lingva csapatát látják vendégül. Több mint 100 versenyző állt a pétfürdői Albert pihenőparkban felállított rajtvonalhoz múlt szombaton a 47. Schmidt-Ferenc terepfutóversenyen. Az erdei pályákon 800 méteres, valamint 5, illetve 10 kilométeres távokon mérhették össze felkészültségüket az indulók. A Maraton Tömegsport és Környezetvédő Egyesület által rendezett erőpróba keretében a résztvevők koszorúkat is elhelyeztek a sportbarátok emlékére állított kopjafánál az Albert pihenőparkban. Az időjárás is kegyeibe fogadta a 47. Schmidt-Ferenc terepfutó verseny résztvevőit. Tavaszi napsütésben, hamisítatlan piknik hangulatban gyülekeztek a nevező versenyzők szombaton a pétfürdői Albert pihenőparkban. A verseny az ország legrégibb terepfutó versenye, megszakítás nélkül, időjárástól függetlenül, azonos terepen és távokon minden korosztály számára biztosít versenyzősi lehetőséget, nyitotta meg a rendezvényt Méreg József, a rendező, Maraton Tömegsport és Környezetvédő Egyesület elnöke. Mai nap egy szomorúsággal is tölt el bennünket, mert hát most kell megemlékezni Schmidt Feri bácsiról, aki az egész versenyt elindította, illetve egy nagyon régi sportársunkról is, a Hári Gyuláról, aki spartatlon hős volt két alkalommal is. Hát ő is tavaly eltávozott a körünkből, az unokái futottak ezen a Péti hegyeken. Úgyhogy ez, ebből szempontból ez nekünk öröm, hogy folytatódik a megkezdett út, amit ők elkezdtek. Több mint 100 versenyző nevezett a megmérettetésre, hogy három távon, 800 méteren, 5 kilométeren, illetve 10 kilométeren, 9 kategóriában mérjék össze felkészültségüket a Péti hegyekbe kialakított pályán. A 10 órás tart előtt a versenyzők képviselői a sportbarátok emlékére állított kopjafa megkoszorúzásával emlékeztek a versenytalapító Schmidt Ferencre és Hári Gyulára, a közelmúltban elhújt maratonistára. Az időjárás is kedvezett több mint 100 regisztrált versenyzőnek, akik sármentes, kellemes időben teljesíthették az erdei utakon vezető kiszallagozott pályát, melynek végén zsíros kenyér és tea várta a célba érkezőket. A nevezett futók közel fele gyermekkategóriában teljesítette a távot, hosszú időre előrevetítve az utánpótlás lehetőségét. Ötödik alkalommal rendezték meg a Shin Kyokushin Karate Diákolimpiát Veszprémben múlt hét szombaton. Az aréna másodszor volt helyszíne a rangos eseménynek, ezúttal is több száz fiatal versenyző lépett a tatamira. A 2017-es viadalon a Phoenix Dojo, mint a 16 versenyzője bejutott az országos döntőbe. Most is több érmet szereztek a fiatal harcosok. Keményen meg kellett küzdeni azért, hogy a döntőbe kerülhettek a versenyzők. Így köszöntötte a résztvevőket dr. Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelős államtitkár a Veszprém arénában. Hozzátette, mindenki nem győzhet, de sok tapasztalatot lehet gyűjteni egy-egy versenyen, melyet tovább lehet fejleszteni, sőt a kudarcból is lehet tanulni. Karate az nem csak sport, az egy életmód is. Akik erre adják a fejüket, azok másképp élik a világukat. Jól élik. Sok fiatalnak tudnak példát adni, és azt gondoljuk, mi már kicsit idősebbek, hogy akik sportolnak, sportolók, azok az életben is jobban megállják a helyüket, akár majd felnőttek lesznek a munkahelyen, hiszen akaraterő, közösségi szellem, mi akkor is egyéni sportról van szó, az mind-mind ehhez adnak különböző adalékot, mind-mind ezt támogatják, mind-mind ezt segítik. Egy bajtársias közösségről van szó, egymás támogatására van szó, nem a széthúzásról.
Az ötödik alkalommal megrendezett diákolimpiára több mint 500 nevezés érkezett formagyakorlatra és küzdelemre. Fiúk, lányok, a legkisebbektől a serdülő korig elszántan viaskodtak a helyezésekért. Kemény ütés és rúgásváltások voltak. A fiatal karatékák több esetben is a szőnyegen elterülve fejezték be a harcot. Oldalra mozogjál, ne állj bele! A diákolimpiát Németh Lajos, Veszprém alpolgármestere nyitotta meg. A rangos sportesemény díszvendége Furkó Kálmán volt, aki a magyarországi Shin-Kyokushin alapítója. A versengés közben korhű öltözetben és fegyverekkel előadott harci bemutatót is láthattak a versenyzők. A várpalotai Phoenix Dojo évek óta társ szervezőként van jelen a diákolimpián. Két klub a főszervező, évek óta nagyon jó együttműködést tápolunk a veszprémi Kyokushin karatésokkal, a fittesével. Tehát ők a veszprémi fittesé, és mi a várpalotai Phoenix Dojo szervezzük a évek óta már a Kyokushin karate országos döntőjét, a diákolimpiát. Hála jó Istennek, második éve most már itt vagyunk az arénában. Végre méltó helyére került ez a verseny, mert voltunk mi már Veszprémben nagyon sok edzőteremben, illetve csarnokban is, amelyek így utólag kimondva nem voltak méltóak a verseny színvonalához. Itt korrekt helyre került, tökéletes. Kora délután már megszületett az első aranyérem. Kis Mónika kisebb térsérüléssel lépett a küzdőtérre. Edzője szerint azonban sportemberhez méltóan harcolt, és a hátrány ellenére győzelmet aratott. A dobogó legfelső fokára állhatott még Balogh Botond. Bronzérmet pedig Móroc Szonya szerzett. Lucki Tamás egy ezüstéremmel és a Phoenix Dojo-tól formagyakorlatból egyediliként harmadik helyezést ért el. Alap, hogy a családi wifi nem szakadozik. Alap, hogy egyszerre sokan netezhettek. Alap, hogy a videó senki tabletjén nem fagy le. Alap, hogy nem kell mindig újraindítani. Létrehoztuk a UPC Connect Boxot, hogy szupergyorsan netezhessetek egyszerre több eszközön. Válasszátok az akciós trio elcsomagunkat, és használjátok az 500 megás netet minden eszközön. Most nézzük a legfontosabbakat még egyszer. Rejtély. Holttestet találtak hétfő reggel a szolgáltatóháznál. Forró nyom. Tolvajokat fogtak a várpalotai rendőrök. Három férfi kétszer is ugyanabba az iskolába tört be. Pénzt és számítástechnikai eszközöket loptak. Dinoszauruszok. Több tízmillió éve eltűnt világgal ismerkedtek a diákok. A zene mindenkié. Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója alkalmából adott koncertet a Bányász Kórus. Alul maradtak, az éllovastól kaptak ki a palotai kosarasok. Diákolimpia. Ismét több érmet szereztek a Phoenix Dojo fiataljai. Ennyi fért a hírmozaikba. A folytatásban Dél-Korea mindennapjaiba pillanthatnak be. Legközelebb hírösszefoglalóval jövő hét szerdán várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!